Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát a mai videóban egy kicsit elcsúszva, de megérkeztem a régi idők legendás autói hatvanadik számával, ami nem más, mint ugye a Zsuk A07-es. Bár igaz, hogy most veszem fel harmadjára ezt a videót, mert mindig közbe jött valami gigszer, de most már hát a meg tudom csinálni, és a másik bejelenteni valóm az lenne, hogy ugye az Icarus 280-ast hát sajnálatos módon nem sikerült beszereznem, ugye nagyjából egy 20 kilométeres körzetben mindent bejártam az égvilágon, de sehol nem találtam. Végül aztán kiderült, ha még egy 20 kilométert mentem volna, akkor azért találtam volna. De hát mindegy, elmenne utána kedvem tőle. Mindegy, lényeg az, hogy megrendeltem. Hát úgy, hogy majd remélhetőleg októberben megérkezik hozzám is, és akkor majd be tudom mutatni. Remélem, hogy még akkor is érdekelni fog titeket. Sajnálom, mert szerettem volna időbe bemutatni, vagy legalább a megjelenés után, de hát mindegy, ez most sajnos ez így alakult. Úgyhogy hát most ez lesz a téma, ez a Zsuk A07-es. Ahogy láthatjátok, három modell van itt előttem. Ugye ez a, hát ez ilyen pisztácia zöld színű. Ugye ez a mostani legendás. Itt ez a okkersárga, ez ugye a retroautós sorozatban jelent meg. És aztán itt láthatjátok ezt a zöldet, ezt a sötét zöldet. Hát ez talán egy kicsit ritkább, legalábbis ritkábban szokott felbukkanni. Mondjuk most pont a napokban láttam a valamelyik Facebookos csoportban egy eladó példányt, de egyébként nem túl sűrű darab. Ez az atlaszos, tehát atlaszos gyártmány, és ez a haszonlján gépjárműves sorozatban jelent meg, úgyhogy ez abból származik. Még annyi változást jelentenék be, illetve hát igen, szóval, hogy az újságot, ugye ezt korábban már úgy csináltam, hogy ugye a videó végén mutattam be, most megint visszatérek arra, hogy a videó végén fogom bemutatni, mert hát az a helyzet, hogy sokokat egyáltalán nem érdekel, sőt a többséget egyáltalán nem érdekli az újság, de viszont vannak olyanok is, akik viszont érdekel és kíváncsiak az újságra, úgyhogy hát így elteszem a videó végére, így a videó levezetéseképpen, és akkor hát akit nem érdekel, az mondott el, kapcsolja a videót, akit meg érdekel, az végig nézi. Úgyhogy most eltekintek a történet ismertetésről is, mert szerintem így is elég hosszú lesz a videó, mire a három modell bemutatom és összehasonlítom. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, lassan 4 percnél kezdjünk is bele a bemutatóba. Hát ugye nézzük meg először ezt a gyönyörű szép modellt. Hát egyébként végre valára talán most először tudom azt mondani ebben a sorozatban, hogy ez egy olyan modell, ami bizony megéri az árát. Gyönyörű szépen részletgazdagon kidolgozott modell. Én semmi hibát nem tudok mondani, de nem is nagyon akarok, mert ez tényleg egy nagyon szép kivitelezésű modell. Hát, hogy a színét mennyire találták el, hát maradjunk annyiban, hogy volt hasonló szín. Én személy szerint nem vagyok meggyőződve róla, hogy pont ugyanilyen árnyalatba, de voltak ilyen halványzöld, ilyen hát ilyen nem is tudom milyen zöld színben
Én az én emlékeimben egyébként, amit én leggyakrabban láttam, az a szürke és ez a okker sárga, mint például ez a retroautós, ezt nagyon sűrűn láttam ilyen színben, meg szürke színben. Legalábbis itt az én környékemben, nagyon más színben én nem is nagyon emlékszek, hogy találkoztam volna. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon szép modell, de mindjárt lecsavarom a talpat, és akkor hasonlítsuk is majd össze. Itt is van ugye talpazat nélkül. Tényleg nagyon aprólékosan, nagyon szépen ki van dolgozva. Ugye az előző videóban a Fiat Uno után, ez egy valódi felüdülés, és hát egy igazi csoda azután, hogy a Fiat Uno-t hogy elcseszték. Na de hasonlítsuk is akkor össze először a retro autóssal. Kezdjük ugye az elején, ahogy már megszokhattuk. Hát úgy olyan nagyon hatalmas különbséget nem lehet látni, ugye a rendszámon kívül, illetve azon kívül, hogy ezen a mostanin legendáson az embléma, ez a zsuk embléma nagyon szépen ki van dolgozva. Itt a retroautóson nincsen, csak egy fekete színt kapott. Az ablaktörő lapátok itt a retroautóson elég csálén állnak, ráadásul el is áll a szélvédőtől elég rendesen. Itt a legendáson sokkal jobban sikerült. Az állása is sokkal jobb, mert a valóságban is hasonlóképpen állt. Úgyhogy ezen nagyon jól néz ki, meg nem is áll el a szélvédőtől. Rá illeszkedik a szélvédőre, úgyhogy ezen még jobban sikerült, mint a retroautóson. A lámpák szerintem hasonlóképpen szépek, zsuk felirat szép mind a kettőn. A rácsközök sajnálatos módon nincsenek kifestve. Akkor még szebb lenne, de az ablak keret gédergumi meg van festve szépen mind a kettőnél. És akkor nézzük meg az atlaszosat, hogy ez hogy néz ki összehasonlítva. Hát itt ugye az atlaszoson rendszám nincs, viszont itt a rácsközök nagyon szépen meg vannak festve, így sokkal élethűbbnek tűnik. A zsuk embléma itt sincsen kidolgozva, külön itt is csak egy fekete fényezés kapott. Az ablaktörő lapát itt is szépen áll, picit itt a jobb oldali eláll, de egyébként itt is azért szépen megvan oldva, hasonlóképpen, mint itt a legendáson. Az ablakkeretek itt is meg vannak festve, lámpák itt is hasonlóak, úgyhogy más különbség nagyon nincs. Folytassuk akkor az oldalával. Itt nagyon szépen ki van dolgozva minden, az index, a kerék nagyon szépen ki van dolgozva. Ez ugye látható, hogy ez a modell, ez egy későbbi kiadású változat, mert korábban ugye ilyen krómozott keréktárcsa volt, később már megváltoztatták, és öt csavaros felfogatást kapott, illetve műanyag közepet kapott, ugye a dísztárcsa helyett, és a kilincs is, az ajtó, zár, minden szépen ki van dolgozva. Még arra is figyeltek, hogy a küszöb díszléc is meg legyen húzva. Az ablak a kédergumja is nagyon szépen meg vannak festve. Itt is ez a kis szellőző. Akkor nézzük meg ugye a retroautóssal. Itt ugye a kerék már külön nincs kifestve, de a valóságban egyébként a keréktárcsa az ki volt festve. Ez festett volt a valóságban is. Itt ugye legendáson nagyon szépen megvonulva, itt is megvonulva nagyon szépen, tehát hasonló ugyanaz a kerék, csak ugye nincsen a keréktárcsa külön kifestve. Kilincs, ajtózár itt is meg van festve, illetve a oldalindex is, viszont a küszöb díszléc már itt nincs megfestve, erre már nem figyeltek oda.
És ha most, ahogy nézem itt a vezető ajtón, itt meg van festve a kéderbumi, itt a retrotúrsan bizony nincs megfestve, hogy itt a kilincs előtt is ez a kis védő, kis burkolat sincs megfestve, mint itten a legendáson. Ugye ez az a cél szolgálta, hogy ne akadjon bele ruhánk, táskánk, akármi, ugye könnyen bele lehet akadni a kilincsbe. A hátsó két ablaknak a kédergumi, itt úgy látom, hogy azért meg van festve a retroutóson, és itt is ugye a legendáson is, viszont itt sokkal szebben, hangsúlyosabban van megfestve. És hát egyébként ez látható, ugye azt nem mondtam még, hogy ez egy áru személyszállító változat. Ugye ez az ablakot, ezt többféleképpen variálták, volt, hogy csak egy ablak volt itt, de volt, hogy teljesen be volt lemezelve, teljesen lemez oldalfalú áru szállító. Úgyhogy nagyjából ennyi, tehát más különbséget úgy különösebben nem veszek észre. Nézzük meg akkor az atlaszossal. Itt is a kerék ugye nagyon szépen meg van festve. A küszöb már itt se lett kifestve, mind itt, tehát itt nagyon szépen megoldották. Egyébként minden más stimmel. Kilincs is ugye, viszont itt ez a kis felakadás gátló, itt a kilincs előtt sincs megfestve, itt az atlaszosnál sem. De az ablakok kédergumjai mind a három ablaknál meg van festve. A belteret megnézzük, szépen ki van dolgozva. Az atlaszosnál is, az ajtókárpitok is, ülések is, minden. Itt a váltókart láthatjuk. Itt annyi, hogy a műszerfal pult, itt szürkére van festve, illetve az órák is föl van matricázva. Itt viszont, hát ugye, itt is szépen ki van dolgozva minden, viszont a műszerfal, ugye itt egyszínű fekete, és ugye a műszerek sincsenek fel matricázva, hasonlóképpen, mint itt a retroutóson is. Nézzük akkor meg a hátulját. Hát itt a mostani legendáson itt nagyon szép minden, még ott az ajtó elválasztó is szépen meg van húzva, a kilincs is meg van festve. Itt a retroutóson semmi nincs kifestve, se a kilincs, se a két ajtó közötti elválasztó csík. Se az alsó ajtónak a kilincse semmi, mondjuk az itt sincs megfestve. De a lámpa az szépen ki van dolgozva mind a kék kettő esetében. Ugye itt még megfestették a rendszámtábla világítást is. Tehát ez azt kell mondanom. Hát annyi, hogy itt ugye átlátszó a tolatólámpa. Úgyhogy ez annyira nem jó, meg itt is ugye. Ugye a karosszéria színe áttetszik. Úgyhogy ez nagyon szépen sikerült. Itt meg, hát ugye semmi nincs kifestve, de legalább az hátsó ablaknak a kédergumja meg van festve. Ennél is ugye, meg itt is természetesen. Nézzük akkor meg az atlaszossal, hogy itt hogy sikerült. Hát ugye itt sincs megfestve, mert ugye az a felső ajtó fölfele nyílt, az alsó ajtó meg lefele. Később egyébként, ez már 80-as évek második felében módosították, és egyben nyíló fölfelé, egybe felfelé nyíló ajtókat kapott, ez még ugye a korábbi változat. Itt az atlaszosan megfestették az ajtó, az alsó ajtónak a kilincsét, itt ez elmaradt a legendáson, de viszont a felső ajtó kilincse meg van festve, rendszámtábla világítás is itt sincs megfestve. Hát itt viszont a hátsó lámpák egy kicsit el vannak cseszve, mert ugye itt a két lámpa között volt a fényvisszaverő prizma, itt ezt festették narancssárgára. Itt sokkal jobban sikerült, tehát az index narancssárga, a helyzetjelző piros. Úgyhogy az atlaszossal szemben sokkal szebb
az atlaszossal szemben is sokkal szebb a mostani legendás. Nézzük még akkor már gyorsan a másik felét. Hát itt is nagyon szépen ki van dolgozva. Itt is ugye meg vannak festve a küszöbb dísztécek. Az utas oldali ajtó ugye elől hátul. Itt is a kilincsek, minden szépen meg van festve az égvilágon. Az ajtókédergumik, az üzemanyag betöltő nyílás, ugye minden szépen megvan. Hát itt is annyi, hogy ugye a kiszöbb díszlécek nincsenek megfestve, meg ugye a kilincsek előtt ez a kis védőburkolat. Itt a kédergumik meg vannak festve, itt az ajtón nincs. Itt nagyon szépen megvan minden. Így is megpróbálom megmutatni a belteret, amennyire be lehet látni, nagyon szép erről a feléről is. Hát az alsó része, még ezt megmutatom, ugye, hát mind a kettőnél szerintem nagyon szép. Ugye az első hátsó fölfüggesztés szépen látszik, a hátsó kardántenger, kipufogó, minden szépen ki van vezetve. Az atlaszos is, ezt is megmutatom. Ugyanaz, annyi, hogy a kipufogó dob szürkére van festve, de egyébként teljesen ugyanaz. Meg némileg a felirat különbözik. Egyébként nagyon szép az alja. Pá. Elmozdítottam a kamerát. Tehát ennyi lenne ugye a modell. Egyébként érdemes, erre azt tudom mondani, nagyon is érdemes beszerezni. Bőven megéri az árát, de különösebb probléma nincs a retroutóssal is, illetve nagyon szép ugye az atlaszos is. Ezt megmutatom még egyszer így önállóan, így, hogy ez így néz ki. Egyébként itt ugye szokásosan az atlaszosnál a tükör belső fele is meg van festve. Úgyhogy ez így néz ki. Tehát nagyon szép ez is, érdemes beszerezni. Aki hozzá tud jutni, mindenképpen tudom ajánlani ezt is. De akár mind a hármat tudom ajánlani beszerzésre. Úgyhogy ennyit akkor a modellekről, még akkor lapozzuk át gyorsan az újságot. Ezeket ugye így félre rakosgatom. Ugye itt az elején nagyon szép, felújított vagy karbatartott, nem tudom pontosan, hogy eredeti állapotban van-e, de szerintem inkább eredeti állapotú. Érdekesség, hogy itt tetején van egy ilyen tetőcsomagtartó, hát ez nem tudom, hogy gyári-e, vagy utólagos, meg ilyennel nem találkoztam ilyen tetőcsomagtartós változattal. Hát mondjuk itt is fekete ugye a keréktárcsa. Hát fene tudja, hogy ez gyári-e vagy nem, de szerintem nem. Itt láthatunk egy kék változatot. Ez már az eleje nem olyan szép, mert ez elég rozsdás az eleje. Ugye itt kiemeli nekünk, hogy a zsukot Egyiptomba is exportálták, ahol a büszke Ramszesz nevet kapta. Ott egyébként tűzoltóként is funkcionált. Itt láthatjuk ugye az első generációt a zsuknak, ugye ez az A03-as. Ez is már megjelent a sorozatban, ugye a 46. szám volt, ha jól emlékszem. Ez ilyen ponyvás változat volt, ugye. Aztán láthatjuk a tűzoltó változatot. Magyarországon a gyűjtők féltett kincse, hogy itt írja is. Ezen a kis képen viszont láthatjuk egy szürke példányt, ami a szerelő, az utolsó legördült példány volt a szerelő szallagokról. Itt láthatjuk a belterét. Ez még az első változatoknak a beltere, vagyis a műszerfala. Ugye ez még egy lemez
Lemez műszerfal volt, később már azt hiszem, hogy bakelit volt. Itt Varszava műszereket kapott, és egy végtelen egyszerű kapcsolókat. Később van az újság hátulján láthatjuk, hogy már billenő kapcsolókat kapott. Akkor itt vannak a műszaki adatok. Elég jó részletes műszaki adatokat kaptunk. Valakit érdekel, akkor majd megállítsa a videót, és akkor így át tudja böngészni. Itt láthatjuk a posztert. És akkor itt láthatjuk ugye a fényképeket. Előről ugye itt a kilincs lefényképezőt is láthatjuk, ezt a kis alkatrészt, ami ugye mondottam, hogy ugye a beakadást akadályozta meg, hogy a ruhánk, táskánk akármi ne akadjon be. Itt is láthatjuk a kereket, ugye lefényképezték nekünk, hogy ugye már a gyártás vége fele voltak ezek a kerekek, 5 csavarral rögzítve, meg a műanyag középrésszel. És akkor itt láthatjuk ugye a műszerfalat, már az új műszerfalat, ugye a billenőkapcsolókkal, illetve a műszerek is ugye módosultak. Láthatjuk akkor itt a motorteret, ugye itt a előleg a kis lemez ajtót felnyitottuk, akkor a hűtőhöz, kiegyenlítőtartályhoz férhettünk hozzá. Itt a beltérből lehetett hozzáférni a motorhoz komolyabban. Ha felbillentettük, vagy levettük ugye a motorsátrat. És itt láthatjuk ugye a belteret, illetve hát a rakteret, ami 4 köbméteres volt. És itt láthatjuk a hátulját, amit már látható, hogy ez már az egyben nyíló, tehát ami a fölfele nyílt egyben. Tehát ez a példány már az utolsó szériából való, az utolsó példányok egyike. És akkor itt a retroautós grafika, egy-két dolgot kiemelve. És akkor a következő bemutató majd az IS 110-esről fog szólni. Hát jó hosszú lett a videó így is, több mint 22 perc, majdnem 23. Én nagyon remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy volt türelmetek végignézni. Ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, és akkor akár írjátok meg a véleményeteket, írjátok, hogy melyik modell tetszett. Hát akkor elbúcsúzom, remélem, hogy tetszett a videó, és akkor sziasztok!